Ez a kérdezen Nógrádi Györgytől aktuális adása itt az Ultrahang csatornáján, a mikrofonnál Király Tamás. Köszöntök minden kedves hallgatót, és még mielőtt belevágnánk a mai kérdések özönébe, egy technikai információt szeretnék közölni. Mivel egyre nagyobb az érdeklődés a csatornánk iránt, és az elmúlt hónapban már több mint 500 000-an nézték meg a videóinkat, amit nagyon köszönünk, úgy döntöttünk, hogy a kérdezzen Nógrádi György aktuális adásai mellett elindítjuk az Ultrahang hírmustrát is. Nógrádi Györggyel hetente általában kétszer fogunk érkezni, és emellett pedig hétköznaponként este 18 órakor mindig egy-egy biztonságpolitikai szakértővel vagy külpolitikai elemzővel értelmezzük és elemezzük a világnak a híreit. Ezzel kapcsolatban jöhetnek majd a kérdések és illetve a témajavaslatok és vendégjavaslatok is a kérdés.ultrahang@gmail.com e-mail címre, ahol egyébként továbbra is várjuk a kérdéseket Nógrádi Györgynek is, illetve elindítunk egy hírlevél küldő alkalmazást is, hogyha nem szeretnének lemaradni a témáinkról, akkor érdemes feliratkozni a hírlevélre. Hetente egy hírlevelet fogunk majd küldeni még hozzá vasárnaponként, ekkor összeszedjük azt, hogy azon a héten milyen tartalmak jelentek meg itt az Ultrahang YouTube csatornáján, és természetesen érdemes feliratkozni is a csatornánkra is, a hírlevélre is, és a csatornára is, és akkor tuti, hogy nem maradnak le semmiről. Ez tehát a szolgálati közlemény, most pedig Nógrádi György, aki már itt van a vonalban. Jó napot kívánok, tanár úr, üdvözöljük! Jó napot kívánok! Köszönjük, hogy ma is a rendelkezésünkre áll, és bele is csapunk, mert ismét nagyon sok kérdés érkezett, szexualitással fogunk kezdeni. Kedves Nógrádi György, a történelmet elnézve azt látjuk, hogy a legtöbb sikeres politikus bukását nem a rossz politikája, hanem a magánéleti hülyeségei okozták. Szeretők, lebukások, korrupció, stb. Ön szerint a világ titkosszolgálatai alkalmaznak hivatásos szexmunkásokat, drogdílereket, maffiózókat, hogy törbecsalják ezeket az embereket? Ha igen, mi a módszerük? Köszönöm, ha válaszol, Szilvi Sopronból, és ugyanez a kérdés, az pedig egy kíváncsi ember teszi fel Sepsi Szentgyörgyből. Előfordul, hogy a titkosszolgálat szexuális fegyverzetet is bevet. Válaszát előre is köszönöm. Nagyon sajnálom, hogy most ez egy vírusjárvány van, mert egyébként minden nyáron, amikor kint vagyunk Tusnádon, akkor Sepsi Szentgyörgyön előadást tartok. Remélem, hogy jövőre lehet. Titkosszolgálat. A titkosszolgálat nevében az van be, hogy titkos. Nyilvánvalóan soha senki nem fogja azt mondani, azért küldtem, mint a Jucikát, Mariskát, Évikét, hogy az információkat gyűjtsön. De ezt amióta világvilágon nőket bevetették, a nőkkel szemben a férfiakat bevetették, ez természetes. Ha valaki el akar menni politikusnak, annak makulátlannak kell lenni, és ez baromi nehéz, mert egyszerre élünk. Tehát elvileg persze, hogy tökéletes minden, a valóság ennél sokkal árnyaltabb. Én azt szoktam mondani, és ezért én kaptam már kritikákat, hogyha én egy sikeres vállalkozó vagyok, és van napi 3 szeretőm, akkor azt mondják, hogy milyen jó az egészségi állapotom. Ha én politikus vagyok, és egyszer kiderül, hogy megcsaltam a feleségem, akkor én egy rohadt róker vagyok. Tehát ezek nagyon nehéz kérdések. Hát nem tudom, ki mennyire emlékszik, hogy az amerikai választási harcokban volt olyan elnökjelölt, akinek vissza kellett lépnie, mert kiderült, hogy szeretője van, és nem vallotta be. Tehát ezek nagyon nehezek. A Clinton egy hihetetlen tehetséges elnök volt gazdaságpolitikailag, de az elnökségét elvitték a nőügyek. Ha megnézem, a Juinszkitől kezdve millió nőre fognak emlékezni később a történelembe, és nem Clinton valós cselekedeteire. Tehát a világ minden titkosszolgálatának ez a dolga. Tudomásul kell venni, ha valaki elolvassa az Anthony Eden volt brit miniszter, korábbi külügyminiszter emlékiratai. Ő leírja azt, hogy már milyen szállodai szobák voltak, hogy a szállodákból ott volt a lehallgató berendezés. Természetes. Ha valaki megnézi a jaltai találkozót, minden bokorban ott volt a lehallgató berendezés, hogy bármit beszél kint az angol vagy amerikai delegáció, azt föl tudják venni. Amikor Brooke, angol-brit vezérkari főnök azt mondta, hogy itt minden tökéletes, nagyon nagy kár, hogy nincs egy narancsfa, másnapra hoztak neki egy narancsfát. Tehát ez a világ így működik. Amikor Ceausescu vendége lett De Gaulle, és megtette azt, hogy elment Bukarestbe. A Ceausescuik a román hírszerzéssel megszerezték, hogy melyik sajtot szereti reggelire. Mivel De Gaulle ilyen 1,92 magas volt, csináltattak neki külön ágyat. Azt kapta reggelire, amit imád, mire
úgy jött el Dögol, hogy hát a világ legcsodálatosabb országa Románia és Ceausescu. Ennyit tesz. Azt szokták mondani a hírszerzés, a hadsereg és a politika füle. Persze, mindent meg kell, hogy halljon. És ahhoz nagyon ostobának kell lenni, hogy valaki külföldön, ha vezető politikus, elmenjen egy kupleráiba. Nyilvánvalóan lefotózzák, filmbe veszik és megsorolják. Rengeteg példa van erre. Én el szoktam mondani, hogy a brit miniszterelnök, kabinetfőnök elment Sánkhájba egy kuplerájba, mire kijött a mobiltelefonjáról, minden adatot letöltöttek. De ez a világ mindig így működött, és így is fog. Ha ön megnézi a mai adatokat, mit mondanak, hogy Dánia kémkedett az USA nyomására Németországgal szemben. Persze, hát természetes, ilyen feladatokat kapott a dán hírszerzés. Kiderült? Nem, véletlen derült ki, és majd mindenki fogja mondani, hogy tiltakozik, félreértés volt, stb. De hát aki a politikába megy, az egy nagyon sikamlós pálya, és ezt tudomásul kell venni. Mi az oka annak, hogy a politikusok nem tanultak az elődeik hibájából? Én teljesen egyetértek azzal a kérdezővel, aki azt mondja, hogy nagyon sikeres politikusok sok esetben nem a rossz politikájuk, hanem a magánéleti válságuk miatt buktak meg. Nem kellene észrevenni, ha rájuk dolgoznak? Mint ott van például a Strache ügy, az erről szól. Igen, csak erre megint több megjegyzésem van. Egy, minden a politikusok döntő része úgy érzi, hogy ez vele nem történhet meg. Kettő, a politikusok jelentős része is úgy érzi, hogy ő csak egyszer él. Strache. A Strache elkövette azt a baromságot, hogy egy boszniai lányal tárgyalt, mintha az orosz milliárdos lenne, elkeltett, vetelte a vodkát és a különböző italokat, és ettől kezdve hülyeségeket beszélt. Nem véletlen az, hogy rengeteg politikus egy kortszert nem hajlandó inni, mert nem hajlandó az agyuk tevékenységét csökkenteni. A Strache ebbe belekolt, újra talpra tud állni, nem tudom megmondani, de a családja ott elvesztette az alkancellári posztot, kormányválságot okozott Ausztriába azzal, hogy hülyeségeket beszélt. Rengeteg hasonló példa van erre. A Strache csak ebből egy, ami kiderült. Rengeteg dolog nem derül ki, és az illetőket egy életen át zsarolják, hogy vagy nekem dolgozol, vagy véged van. Tehát ha megnézi, nemrég jelent meg amerikai nagykövet emlékirata, aki Sztálin alatt volt a Szovjetunió, vagy képkötetes kiváló mű, ahol leírja azt, hogy annak idején a szovjet titkosszolgálat hogy szervezett be embereket. De hát ugyanezt csinálta a világon mindenki. Magyarul a politikába, aki belemegy, annak tisztába kell lennie, hogy egy rossz lépés és egy életen át zsarolják, vagy megbukik. Annak az országnak a titkosszolgálatának viszont nem kellene tudnia arról, hogyha valakit megkörnyékeznek, tehát az elhárítás az mondjuk nem működhetne jobban. Mondjuk a Strache esetében is ilyenkor az osztrák titkosszolgálatnak nincs joga beleavatkozni valahogy ebbe a helyzetbe? Ez egy szörnyű nehéz dolog, mert egy alkancellár mindig úgy érzi, hogy neki egy őrnagy, alezredes vagy ezredes, ne adjon tanácsokat. A másik az, hogy rengeteg esetben szól a titkosszolgálat politikusoknak, hogy ezt ne csinálják, és megcsinálják. Nagyon sok konkrét példa van, én nem akarok példákat mondani, ahhoz szóltak minisztereknek, hogy rájuk küldtek egy-egy hölgyet. És a miniszterek mondták, hogy vigyáznak, majd miután megláttak, hogy milyen csinos a hölgy, szeretkeztek velük. Ettől kezdve ezek nagyon nehéz dolgok. Tehát még egyszer ebben benne van az, hogy egyszer élünk, és hogy velem úgyse történhetnek. Na menjünk tovább, így szól a következő kérdés. Tisztelt Nógrádi tanár úr, nekem lenne egy kérdésem a spanyol politikai helyzetről. Hogyan látja ön a spanyol politikát? Megtarthatják-e a szocialisták a hatalmat a következő választásokon, és a Vox pár év múlva hatalomra bír-e kerülni? Kérdését előre is köszönöm, Alain Szabadkáról. Szabadkán jó pár szót voltam. Gyönyörű a város, nekem nagyon tetszik. Néhány megjegyzésem, hogy rend. Az, hogy mi fog történni, azt lehetetlen megmondani. Spanyolországban egy nagyon furcsa helyzet van, mert egy polgárháború volt, ahol a polgárháborút a közbelépő olaszok és németek döntötték el, többek között a Kondor bombázók. A Guernica kép ennek egy fantasztikus kifejezője. Jött Franco, de hát soha senki nem elemzi, hogy Franco azért jött, mert aki előtte lett volna a vezető, az arról álmodott, hogy Spanyolországból nagy hatalmat csinál, mire a repülőgépét fölrobbantották. Az, hogy kirobbantotta föl, mindmáig nem tudjuk, hol ott azóta eltelt durván 90 év. Máig az angol titkosszolgálat azt mondja, hogy a németek voltak, a német titkosszolgálat pedig azt mondja természetesen, hogy az angolok. Tehát ez az egyik helyzet. A másik, jött Franco, aki az országot stabilizálta a maga módján. Majd Franco halála után megtörtént a kiegyezés,
és visszakerült a királyi család. A fő probléma az volt, hogy az a király, aki fantasztikus volt fiatalon, akit egy ország imádott, idős korára belement afrikai vadászatokba, nőgyekbe, korrupciós ügyekbe, pont olyanokba, amikről előbb beszéltünk, és le kellett mondani a trónról. Papíron már előbb lemondott, de a valóságban el kellett hagyni a Spanyolországot. Mi a másik probléma? Hogy az ország ma is megosztott jobb és baloldalra. Mi a harmadik probléma? Hogy Spanyolország lett a migráció egyik pontja. Spanyol, nem mondom, hogy gyarmatok, mert tiltakoznak. Spanyol területek vannak ma az Atlanti-óceánban, ahova a migránsok egyszerűen Nyugat-Afrikából átkelnek. Lehetetlenné teszik az ottani turizmust. Ha megnézem az elmúlt napokat, a két spanyol városban, ami Észak-Afrikában van, szembe Spanyolországgal, Marokkó átengedett több ezer migráns, hogy így tiltakozzék a spanyol politika miatt. Tehát nagyon-nagyon nehéz a kérdés, hogy ki fog kormányra jutni. Tény az, hogy ma senkinek nincs abszolút többsége, koalíciós kormányok vannak Spanyolországban, és a spanyol gazdaság kulturáltan fogalmazva sem tüpörög. Láttuk azt is, hogy a madridi tartományi választásokon viszont volt egy újságíró hölgy, akit sokan spanyol Trumpként becéznek, jobboldali, és nagyon szép eredményt ért el, megtörve ezzel a baloldali előnyomást. Így van, de itt megint egy dolgot látni kell. A nagy kérdés az, hogy ma a spanyol területek bent akarnak-e maradni Spanyolországba. Nincs hidegháború, nincs szocialista világrendszer. Nagy-Britániából szeretnek kiszakadni, első körben Skócia, utána Észak-Írország. Spanyolországból szeretnének területek kiszakadni. Ha megnézem az olasz szigeteket, akkor vannak kételjeim Korzika jövőjét illetően, de ez egy más kérdés. Ha megnézem a görög szigetvilágot, nem tudom, meddig lehet ezeket a szigeteket Törökországgal szembe tartani. Tehát a történelemben változás van, nincs vákum. Ahol vákum van, oda valaki bemegy. Tehát Spanyolországban sem egy stabil demokrácia van, ezért nagyon-nagyon nehéz a jóslás, és a királyi család nem tudja azt a szerepet betölteni, amit néhány évtizeddel ezelőtt Franco után képes volt ellátni. De akkor akár azt is elképzelhetőnek tartja, hogy akár Skócia, akár Írország, akár mondjuk Katalónia esetében tényleg több ilyen területi függetlenedés várható a következő évtizedekben? A válaszom az, hogy Skócia esetében a miniszterelnök Sturgeon révén ezt látjuk. Én nem látok bele a Boris Johnson fejébe. Ha ő most nagy beruházást tömeget visz Skóciába, akkor bent tudja tartani. Ha nem, akkor a játék kétesélyes. Azért egyszer mondjuk el, hogy Skócia partjainál van a brit kőola és földgáz döntő része, és Skócia partjainál van a brit atomtenger artjárók legfontosabb bázispontjai. Tehát Skóciának ma rendkívüli értéke van. A Johnson egy profi politikus, meglátjuk, hogy hogy fog dönteni. Köszönjük szépen a választ, és jöjjön egy újabb kérdés, ami pedig így szól. Kedves tanár úr, az utóbbi években a Szerbiában élő magyar kisebbség helyzete jelenleg sokkal jobb, mint a más környező országokban élő külhoni magyaroké. Elméletileg az elkövetkezendő 10 évben csatlakozni szeretnének az Európai Unióhoz, ha pedig ez megtörténik, akkor ön elképzelhetőnek tartja, hogy ez megváltozik. Továbbá az Európai Unió vajon a jelenlegi helyzetében alkalmas-e új tagállamok felvételére? Véleményem szerint nem. Folyamatosak a belső feszültségek, és ezzel, hogy minden tagállamnak vétójoga van, a fontosabb döntésekben egyszerűen nem működőképes. Szívesen meghallgatnám erről is a tanár úr véleményét, válaszát előre, és köszönöm, Ádám Budapestről. Rengeteget kérdezett. Én próbálok nagyon röviden válaszolni, de ez nem egyszerű. Egy. Ő azt írja, hogy Szerbiában legjobb a magyarok helyzete. Nem. Szerbiában is jó a magyarok helyzete. Elnézést. Ausztriában is jó. Szlovéniában is jó a magyarok helyzete. Tehát ez így, amit mond, nem teljesen. Horvátországban is rendezett a magyarok helyzete. Második megjegyzés. Ami az Európai Uniót illeti, ez egy fantasztikusan működő szervezet volt, amikor létrehozzák a jogelődjét 57 római szerződés 6 országra, és nem 28-ra, majd a Brexit után 27-re. Gyakorlatilag, és én elnézést, most jövő vasárnap jelenik meg erről egy nagy cikkem a hétvégi Magyar Nemzet magazinban, Lukasban, ahol pont ezt elemzem, hogy az Európai Unióban évtizedekig pénzügyi folytak, és arról egyszerűbb volt megállapodni. Most ideológiai viták folynak, és sokkal nehezebb megállapodni. Ideológiai kérdésekben nehéz a kompromisszum. A
pénzügyi kérdésekben ez egyszerűbb. A másik az, hogy ha megnézem, a németek mindig keleti bővítést akartak, mert ez a német érdek. A franciák mindig délre akartak nyitni, mert ez volt a francia érdek. Most szeptember német választás, jövő év francia választás. Az Európai Unió jövőjétől, a két választástól függ döntően. Rengeteg dolgot el lehet mondani. Jelenleg az Európai Unióban jó pár ország blokkolja a bővítést, mert abból indul ki, hogy már rossz, hogy ott úterelt. Én azt szoktam mondani, hogy évtizedek óta két dolog körül vitázunk, hogy a uniót el kell emélyíteni, vagy bővíteni kell-e. És mindig a bővítés döntött, és nem történt meg a struktúrák elmélyítése. Ma az unió rengeteg kérdésre nem tud választ adni. Többek közt a migráció kérdésére sem, de ez csak egy kérdés. Akkor feltennék ide egy abszolút ide kapcsolódó kérdést, így szól. Tisztelt tanár úr, az Európai Unió a jelenlegi formájában nem működőképes, ez tény. Az Unió a bővítése óta szabadesésben van, és úgy tűnik nincs megállás, tehetetlenül tévelyeg, és egyre jobban a szélső jobb oldal felé sodródik. Jövőre Franciaországban Le Pen fog nyerni, ha mégsem, akkor a katonaság veszi át a vezetést. Németországban az AfD felmenőben van, Hollandiában, Dániában is erős a szélső jobb, közben pedig a világbank rendszere a teljes összeomlás szélén inog. Szerény véleményem szerint ebben a szerencsétlen helyzetben, amelyben a legislatív mellől hiányzik az executív, csak egy föderációs szövetség jelentene működő megoldást. Kíváncsi vagyok a tanár úr véleményére, belátható időn belül véghez vihető-e egy ilyen átalakulás, esetleg volna más lehetőség is, egyáltalán mi lesz veled Európa, Alex Stuttgartból. Hát én nemrég tartottam el adást Stuttgartba, pont. Válaszolok. Egy. Amit mond, én azzal nem értek egyet. És elnézést, hogy így fogalmazok. Franciaországban lehet, hogy Le Pen győz. De hogy a hadsereg nem veszi át a hatalmat, az volt biztos. Franciaországban katonai diktatúráknak nincs hagyománya. Most ki lehet javítani, hogy mikor voltak katonai diktatúrák, el tudom mondani, de ez nem jellemző. Németország. Az AfD stagnál, az AfD-ben most, az elmúlt napokban olyan botrányok voltak, hogy kétszer két ember indult a pártvezetésért, és a szélső jobbosok nyertek, ahol a párt jelentős része elhatárolódik tőlük. Jelenleg Németországban az összes parlamenti párt egyetért abban, hogy a szeptemberi választások után senki nem hajlandó az AfD-vel koalíciót kötni. Bankrendszer. A bankrendszerek állandóan csődben vannak, ez egy nagyon érdekes kérdés. Az Európai Unió pedig ténylegesen nem erre a struktúrára és nem ennyi tagra jött létre, tehát egy teljesen új helyzet van az Európai Unióban, ezt meg kell oldani, mindmáig ezt megoldani nem tudja. De ha megnézem azt, hogy hogy reagált a Covid-ra, hogy reagál a migrációra és nagyon sok egyébre, akkor azt kell mondani, hogy a brüsszeli bürokrácia alkalmatlan arra, hogy gyors stratégiai döntéseket hozzon. Utolsó megjegyzés. Amit ő kérdez, évtizedek óta folyik a harc, hogy Európai Egyesült Államok vagy nemzetállamok. Jelenleg a nemzetállamok felerősödtek. Tehát az Európai Egyesült Államok gondolata végkíséri a 20. századot. Már az Európai Unió előtt is a Pán-Európai Uniónak voltak ilyen törekvései. Ha ő Németországban él, akkor gondolom tud németül. Egy hihetetlen jó összegzést adott az Európai Egyesült Államokról a Magyarországról kivándorló család sarja, Jóska Fischer, aki az SPD kancellár alatt a kancellár külügyminiszter volt érettségével, és miután véget ért a külügyminisztériumnak, a világ egyik legjobb egyetemére, a Harvardra meghívták tanítani. Ő foglalkozik ezzel, hogy hogy jöhetne létre az Európai Egyesült Államok. Fantasztikusan jók a cikkei és könyvei, nézze meg! Ugyanakkor meg ugye ön azt mondta, hogy most a nemzetállami törekvések azok erősebbek, de azért azt látni, hogy... Nem, erősödtek, azt mondtam. Erősödtek, bocsánat. Igen, de akkor a kérdésem igen, az, hogy gyengülhetnek-e. Mert azért megnézzük a politikai választásokat, akkor én sem értek egyet a hallgatóval, én inkább úgy látom, hogy most sokkal inkább jobbról egyfajta balra, vagy zöld irányba történő tolódás látszik a fontosabb országokban, és ebben az esetben akkor inkább az Európai Egyesült Államok felé megyünk, nem? A válaszom az, hogy erre a kérdésre önnek korrekt választ
szeptemberi német és a jövő évi francia választások után lehet adni. Európát három ország vezette, a britek kiléptek, a franciák és a németek. A német egység pillanatától Németország volt Európa vezető hatalma. Ez a Németország most meggyengült. Nagyon sok ok miatt meggyengült, én csak egyet mondok, a gazdaság megváltozott. A liberális világrend megváltozott. De hogy mi lesz most? Hát jelenleg 1-2% a különbség a CDU-CSU és a zöldek között. Ki fog kormányt alakítani? Ki adja a kancellárt? És milyen kormány jön létre? Én el szeretném mondani, hogy Németországban létrejött egy fekete-zöld koalíció. De létrejött egy Ampel-tárt lámpa koalíció, ami azt jelenti, hogy zöldek, liberálisok, tehát sárgák, és szociáldemokraták, tehát pirosak. És létrejött egy baloldali koalíció, tehát kommunista utolt párt minket, szociáldemokraták és zöldek. Lehetetlen megmondani ebből a háromból, melyik jön létre, de ha megnézem ezt a hármat, akkor tény az, hogy ma Németországban a zöldek nélkül kormányt alakítani nem lehet. Oké, egy következő kérdés. Tisztelt tanár úr, ma természetesnek vesszük, hogy Európában kelet-európaiként szabadon lehet utazni, és nyitott a belső piac. Viszont így is fog ez maradni a következő 30-40 évben? Vajon az USA hagyja, hogy ez így maradjon, és hogy akár tovább bűvüljön az Európai Unió? Válaszát előre is köszönöm szépen, tisztelettel Benkő Adórián Kolozsvárról. Köszönöm szépen, én Kolozsváron az egyetemen is voltam előadást tartani, és remélem, hogy még megyek. Második megérdés. Ez baromi érdekes, hát 30-40 évre ember nem mer előre jósolni. Ha megnézik, 2 vagy 3 évvel ezelőtt a Müncheni Biztonságpolitikai Fórumon 3 percet beszélt Kohl, korábbi nemzetbiztonsági főtanácsadója Terchik, aki azt mondta, hogy Nyugat-Európa lemondhat a szuverenitása egy részéről, mert szuverén. Kelet- és Közép-Európa most kapta meg szuverenitását, és nem fog lemondani erről USA. Az USA számára minden fontossága ellenére Európa háttérbe szorult. Az USA számára ma a fő probléma a csendes óceáni térség, ezen belül Kína. Tehát nyilvánvaló egy egységes, sikeres Európa komoly konkurense lehet az USA-nak, de ma Európa sem nem egységes, sem nem sikeres. Köszönjük szépen. Európából menjünk át Kanadába. Így szól a következő kérdés. Jó napot, tanár úr! Nekem az lenne a kérdésem, mit gondol Justin Trudeau kanadai miniszterelnök eddigi kormányzásáról és járványkezeléséről? Mennyire tartja sikeresnek a liberális párt eddigi kormányzását? Válaszát előre is köszönöm, egy lelkes rajongója Quebecből. Quebec az egy tipikus kétnyelvi tartomány, és ha már ott él, akkor nyilván tudja, hogy annak idején De Gaulle felszólította Quebecet, hogy szakadjon ki Kanadából, és legyen Franciaország stratégiai szövetségese. Ezt nem lehetett megcsinálni, de néhány népszavazás volt arról, hogy ki akar ez a francia részint, vagy döntően franciák lakta terület szakadni. A Trudeauról annyit azért érdemes elmondani, hogy a papája az egyik legismertebb kanadai miniszterelnök volt, hihetetlen érdekes volt. Egyszer véletlen lefeküdte egy másik tülőközőre a strandon, iszonyúan letolta egy nő, úgy letolta, hogy házasság lett a vége, és ebből a házasságból született a mai miniszterelnök. A mai Trudeau-nak egy óriási előnye van, hogy egy olyan világban, ahol a politikusok rendkívüli mértékben nem szimpatikusak, ez egy csinos, sármos rác, a maga eszmerendszerével együtt Kanadában népszerű, de még egyszer a politikában egy rossz lépés és bukik, és Kanadának egyetlen szomszédja van, ezt úgy hívják, hogy Egyesült Államok. A Trudeau jó pár szó neki ment a Trumpnak, meglátjuk, hogy a Bidennel hogy tud kijönni, ez az első 100 nap után nem derül ki. A következő kérdés így szól, tisztelt tanár úr, véleménye szerint mi lesz a szerepe az úgynevezett isztán államoknak Ázsia közeljövőjében? Elképzelhető, hogy a volt szovjet köztársaságok nyersanyagaiért háború folyhatna, mint mondjuk Irak esetében folyt? Tisztelettel Kopa Marcel Pécsváradról. Jó, elvileg Pécsváradra nem soká meg vagyok hívva, jöjjön oda és beszéljük át. Második megjegyzés. Irak esetében a háború részint folyt a kőolajért és a földgázért, részint pedig azért, mert az volt a vélemény, hogy Saddam Hussein támogatja a nemzetközi terrorizmust. A Saddam Hussein egy reálpolitikus volt, összes baromsága ellenére
az amerikai csapatok később belátták, hogy bementek Irakba azzal, hogy tömegpusztító fegyver van, nincs. Lehet, hogy korábban volt, nem tudom, a világon senki nem tudja, de amikor bementek, már nem volt. És azért, ha megnézem az irak-iráni háborúba, amely egy 8 éves rendkívül mocskos háború volt, mind a Szovjetunió, mind a nyugat-európai, mind az Egyesült Államok Irakot támogatták. Tehát elképzelhető, hogy háború lesz, persze. Hát erről beszéltünk pár perccel ezelőtt az örmény-azeri konfliktusnál, ahol a volt szovjet utódállamok egymásnak estek, mert az egyik mögött Oroszország, a másik mögött Törökország van. Ma egy olyan világban élek, ahol semmi nem stabil, ahol nincs egy olyan rend, ami mellett föl kell sorakozni. A három globális hatalom egymáshoz való viszonya pillanatonként változik. És akkor végezetül jöjjön egy utolsó kérdés, ami pedig így szól. Tisztelt szerkesztőség, tisztelt Nógrádi György, arra lennék kíváncsi, hogy mit gondol Nógrádi György, van-e a világ vezető államaiban forgatókönyv egy elkerülhetetlen és pusztító aszteroida becsapódás esetére? Figyelmeztetnék-e a polgárokat, vagy a pánik elkerülése miatt csak az élet újraindításához szükséges szakembereket menekítenék a véges befogadó képességű óvóhelyekre? Esetleges válaszát előre és köszönöm, nagyon érdekesnek találom a meglátásai, tisztelettel Gyuris László Budapestről. Köszönöm. Én mondok valamit. Én reggeltől este külpolitikát olvasok. Én ezekben nem hiszek. Becsapódhat egy ilyen, igen, de ezt jóval előre lehet tudni, és nyilvánvaló becsapódás előtt jóval ezt meg kell semmisíteni. UFO-k. Én tudom, hogy most az USA-ban elképesztő mennyiségben belátott UFO-kat. Én nekem itt is komoly kételjeim vannak. Tehát mindig azt mondtam, hogy én két lábbal szeretnék a földön állni. Elképzelhető, hogy jön ilyen aszteroida? Igen. Volt ilyen becsapódás? Volt többek között Oroszországban a 20. század elején. Rengeteg ember meghalt. De a mai technikával ez bemérhető, és valamilyen nagy valószínűséggel kiküszöbölhető. Tehát ez a válaszom. Egyébként nagyon érdekes, ha már az UFO-kat említette, ugye a mi műsorunkban is itt korábban beszéltünk erről, és akkor jött nagyon sok kommentelő, akik azt mondták, hogy na de hát tanár úr, hát ez tény, hát az UFO-k azok 1000%, hogy léteznek, már a hírszerzés is megerősítette, meg legutóbb Obama is megerősítette. A válaszom az, hogy rendkívül tisztelem Obamát, rendkívül tisztelem a hírszerzést. Én nagyon sokszor úgy érzem, hogy az UFO-kra akkor hivatkozunk, ha más nincs, vagy ha valami történik, amit nem tudok megmagyarázni. Tehát én személy szerint nem hiszek az UFO-kba. Azt lehet, hogy a Földön kívül nagyon sok helyen élet van. Ennek ma bizonyítéka nincs, tehát én úgy gondolom, hogy az UFO kérdés ma egyike azoknak a megválaszolhatatlan kérdéseknek, amire csak szubjektív választ lehet adni, és én nem szeretem a szubjektív válaszokat. Köszönjük szépen viszont ezt az objektív választ, és természetesen, ha UFO körül nekünk kérdést, akkor azt mindenképpen azért továbbítani fogjuk, de a hallgatókat is buzdítjuk továbbra is, hogy kérdezzenek tőlünk bátrankérdés.ultrahang@gmail.com, ide várjuk a kérdéseket, és egy következő alkalommal ismét találkozunk. Nógrádi György, köszönjük szépen, hogy velünk volt. Én is köszönöm szépen, viszontlátásra.